visszatér körinterjú rovatunk ezúttal valamivel kisebb kiadásban. Három új igazolásunkat, Ihor Haratint, Lasad Valit és Nikolaj Szinyevicset arra kértük, a riporter szerepébe bújva tegyenek fel egymásnak kérdéseket bármely témában, azzal a céllal, hogy jobban megismerjük őket. A sort ukrán középpályásunk kezdte. What's your favorite food? Mi a kedvenc ételed? My favorite food is... A legjobban a kinkalit szeretem, ez egy grúz étel. Nagyon finom, ki kell próbálnod. Where did you start your Hol kezdted a focista pályafutásodat? My career start in Belarus. Otthon Fehér Oroszországban kezdődött minden, a Dinamo Brest csapatában. Igor, Ihor, question, a te kérdésed. Which your best place? Melyik Budapest legszebb helye? I like place in centrum. Nagyon tetszik a belváros, azon belül a Duna környéke. Budapest egy igazán szép város. Lássa, van barátnőd vagy már feleséged? Yes, I have wife. A feleségem nemrég érkezett meg hozzám, így már együtt élünk itt Budapesten. Tőled is azt kérdezem, te milyen ételt szeretsz? Nem is tudom. Szeretem a makaront, a spagettit, illetve a tojást. And I like eggs. I can eat. Az jöhet reggelire, ebédre, vacsorára, meccs előtt, meccs után, tényleg bármikor. Ihor, ha jól tudom, voltál már Budapesten azelőtt, hogy ide igazoltál volna. Igen, 5 éve jártam már Budapesten, az U17-es válogatottal egy tornán vettünk itt részt. Lássa, ki a kedvenc játékosod? Lionel Messi a kedvenc futballistám. Ha pedig a saját posztomról kell választanom valakit, akkor Rafael Varant mondanám. Ha minden időket nézünk, akkor Dennis Bergkampa választottam. A jelenleg is aktívak közül pedig Sergio Aguero. Szerintem ő a legjobb kilences. Milyen magyar szavakat tudsz? Köszönöm szépen, jó ét vagyok. Krumpli. Lássa, what's your favorite? Lássa, mi a kedvenc hobbid? My free time I like to go to some restaurant. Szabad időmben szeretek éttermekbe járni, vagy csak otthon maradni és sorozatot vagy filmet nézni. Neked mi a kedvenc sorozatod? I don't know which my favorite, but I like... Nehéz kedvencet választani. Javarészt orosz műsorokat nézek. De ha egy nemzetközileg is ismertet kell választani, akkor a Trónok harcát mondanám. Ihor, kivel laksz Budapesten? With me come here. A barátnőm velem jött, de a családom sincs nagyon messze, talán 300 kilométerre, így könnyen meglátogathatnak engem. Ez így mindenkinek jó. A kérdések közepette arra is fényderült, hogy Haratin, ha nem futballista, akkor sielő lenne. When I was young, fiatalként még edzésekre is jártam, mert nagyon tetszett ez a világ. It's very nice, I like it. Lássa, te mi lennél, ha nem futballista? Be a football player. Nem mennék messzire, akkor a futszállal foglalkoznék. És te? Gyerekként az iskolában tanultam táncolni és énekelni. Érdekel a zene, számítógépen szoktam is csinálni, így valószínűleg ezen a vonalon mozognék. Mire vagy a legbüszkébb karriered során? Talán az orjával elért bajnoki bronzérem a legjobb emlékem, hiszen ezt követően az Európa Ligában játszhattunk. Az U17-es grúz válogatottal az elődöntőig jutottunk a korosztályos Európa bajnokságon. Erre vagyok a legbüszkébb. Ihor jól tudja ezt, hiszen Ukrajnával egy csoportban játszottunk. A Bate Borisovval a Bajnokok Ligája csoportkörében játszhattam, de ezen belül is a legjobb az volt, amikor győztünk a Róma ellen hazai pályán. Szép emlékekből tehát nincs hiány, és csak remélni tudjuk, hogyha egy év múlva is feltesszük új igazolásainknak a kérdést, hogy mely karrierjük legemlékezetesebb pillanata, akkor azt már a Ferencvároshoz fogják tudni kötni.